I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. So I can only imagine how it is to be with you. I can only imagine us both loving through the night. I can only imagine us together side by side. I can only imagine we're dancing in the moonlight. I can only imagine, I can only imagine. I want to know if you will be my favorite song. Játszani persze nem csengettjükön. A következőben pedig egy bécsi klasszikus zeneszerző, talán már mondanom sem kell, Mozartról van szó. Mozart egyik utolsó műve, halála idében készült el a Varázsgola című opera, melyben egy híres részlet a harangjáték, amelyet most hallgassanak meg csengettjükön. Thank you.
szépen. És most még egy kicsit visszamegyünk a barokkhoz. Rendkívül jól áll a barokk zene a csengettyűkre, ezt az ünnepélyes karaktert, ezt a hangulatot a csengettyűkre nagyon szépen vissza lehet adni. Így történik ez a következőben is, mégpedig egy francia barokk szerzemény fog fölcsendülni. Marc-Antoine Charpentier, a késő barokk francia zeneszerzője, írta a Te Deumot, amit azt hiszem talán mindenki ismer, úgyhogy nem lesz ismeretlen a darab. Te Deum Laudamus, téged Isten dicsérünk, 4. századi himnusz forma, és ebből a későbbi korokban is sokszor merítettek, visszamegyünk a zeneszerzők ehhez a műfajhoz. Fogadják szeretettel Charpentier művét. Thank you.
Zeng a harang, hirdeti már, Jézus az Úr, ő a király.
Egyébként egy filmzenéből ismerjük elsősorban, sajnos vagy nem sajnos, minden esetre egy amerikai zeneszerző átültette egy nagyon népszerű filmbe, és így lett világszerte ismert. Fogadják szeretettel a Carol of the Bells. Azt hiszem, mindannyian ismerjük.
Azt szeretnék kérni, hogy a refrénjét, a halleluját, azt énekeljük közösen. Egy kis technikai szünet állt be, úgy, addig hadd mondjak egy pár szót a csengetőzés műfajáról. Egy kicsit próbáltuk utána nézni, eredetét tekintve a háborúhoz köthető, amikor a harangokat be kellett olvasztani, és le is rombolták a kordokat, és nem nagyon volt, Angliáról van szó, nem nagyon volt lehetőség az embereket a szertartásokra vinni, és ekkor kézi csengetőket rázva járták az utcákat, és így hívogatták az embereket, az istentiszteleteket, és akkor rájöttek utána, hogy ezeket a kis kézi csengetőket lehet hangolni különböző hangmagasságokra, és így alakult ki ez a műfaj. Nálunk Magyarországon még egy picit gyerek időben jár, de elég, hogy egyre több lesz belőle, tehát komán halleluja. Titkos akkor meg szívemben szól, mint Dávid anyján sorkárokból, belőled indus hozzád visszatér. De sok-sok dal úgy felkavar, de mi ez enged gyűlsik van, ne fényített elég a hosszú útra. Adtak neki. Elképzeljük azt, hogy
most nem annyira aktuális, gyönyörű havas tájat, ahol a szán siklik velünk, és semmi másnak nem hallatszik, csak a lovak nyakába kötött kis apró csengetőknek a csilingelése, és majd ez csak jön, és el fog halni a távolban ez a szán csengő, és hát ez majd esetleg megvárni, amit el fog. Kicsit nyelvtörő a neve, elnézést, és
mellett, ő is, az angolok rendkívül szeretik ezt a fanfárszerű hangzást, és ő is jött trombita fanfárokat, vagy legalább a különös dalamokat. Így született meg ez a mostani karácsonyi dallam, Örvend világ, az Úr lejött, fogadtam a királyt. Thank you.
karácsony csenge. Eztünk először egy verszak valamit csengettünk megszólaltatni, azután pedig az első verszakát dicsőségben kell az Istennek, és a másodikat, hogy békesség földön az embernek. Ezt a két versét fogjuk körösen énekelni. Mindenki bízhatok, ezek nagyon szépek, ezek az interaktív produkciók. És közben azt szeretném kérni, hogy Krisztus megszületett. Áldás békesség, kedves.